Kullancsípés gyanúja miatt vizsgálja ezt a kistestű kutyát Tolnai Kata állatorvos. A szakember azt mondja, a kutatók világszerte vizsgálják, hogy a koronavírus ártalmas-e a kutyákra és a macskákra. Az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az ebek egyáltalán nem tudják elkapni a vírust, a macskák igen, viszont emberre már nem tudják átadni. A kutya nem fertőződhet meg a Covid-dal, macska igen, extrém körülmények között, ez azt jelenti, hogy kísérletes körülmények között sikerült macskában létrehozni fertőzést, viszont nem adta tovább a fertőzést embernek. A macskák azért tudnak hordozóvá válni a szakértő szerint, mert a tüdejük felületét borító receptorok hasonlóak az emberéhez. Az állatorvos azt mondja, mivel eddig egyetlen dokumentált eset sincs, ami bizonyítaná, hogy macska vagy kutya fertőzött meg embert, ezért nincs is szükség különösebb óvintézkedésekre, ha sétáltatni viszi valaki a házi kedvencét. Arra viszont érdemes figyelni, hogy az embereket most kerüljük a házi állattal. Ha mondjuk egy Covid vírussal fertőzött ember rá tüsszent mondjuk a kutyára, akkor a szőrén ott lehet vírus, ugyanúgy, mint ahogy egy ajtókilincsen, egy asztallapon, bárhol, tehát így, mint egy szennyező felület lehet, de alapvetően a kutya nem fog megfertőződni vele, és nyilván nem is fogja továbbadni így embernek. A szakemberek azt mondják, hogy érdemes ezért minden simogatás után kezet mosni.